Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Mi várható november hónapban azoknál, akik egyedül vannak? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, mint például ezt a havi jóslást, a díjam 4000 forint, asztrológiával kiegészítve 10000 forint, ahol összehasonlítom kettőtök horoszkópját, illetve itt még nincs párkapcsolat, de lehet, hogy gondolsz valakire, ezt is össze lehet hasonlítani. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható a képen. És veled szemben a másik oldalon itt látható ez a férfi. Itt megvan a kapcsolat. Akkor is, ha nem hiszel ebben. Hiszen ez a ravasz róka jelenthet negatív gondolatokat is. Amikor úgy gondolod, vagy ő gondolja úgy, ó, ebből úgysem lesz semmi. Persze jelenthet negatív érzelmeket is, félelmeket, vagy bizonytalanságokat. Itt látható, hogy egy vonalban vagytok, tehát van kapcsolat. Az jelentheti azt, hogy hamarosan belép ez a férfi az életedbe, azt is jelentheti, hogy valaki visszatér hozzád. Hiszen ez a gyűrű szimbolizál olyan dolgokat, ami visszatér a múltból. Ezek bizonyos lehetőségek, vagy egy bizonyos személy. Persze ez a gyűrű jelentheti azt is, hogy ő még nős, benne van egy házasságban, de ez a házasság felbomlik. Hiszen itt látható a gyűrű mellett ez a kígyó, ami utalhat a feleségére. Itt van a ravasság, és itt ez az ostor, ez jelenti a vitákat és veszekedéseket. De mivel itt megjelenik a kasza, eltávolítja ezt a helyzetet, és utal a válásra. Azon kívül megjelennek itt az egerek is, és a kártya vetésnél úgy szoktuk mondani, ahol az egerek megjelennek, felfalnak valamit, és akkor az már nincs ott. Az egerek eltávolítják az ő házasságát. Az egerek eltávolítják a ravasz rókát, a hamisságokat. Az egerek eltávolítják ezt a nőt is. És akkor már nincs útban. Itt a gólyák jelentik a változásokat, itt van a szerencse, a nyilvánosság, itt tisztázódik valami, különösen ami a szerelmet illeti. Nála lesznek változások, hiszen ő egy vonalban van itt az utakkal. És az azt jelenti, ő elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. Itt meg lesz a beszélgetés, a könnyűség és a döntések. Itt ez a kártya, ez a horgony jelenti a munkát és a hivatást is. Itt is lesznek változások, hiszen a horgony mellett megjelenik a kereszt. Ugyanazt jelenti, mint az utak. Elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. És itt a könyv az jelentheti ugyan az árkózottságát is, de azt is, hogy ez a férfi okos, vagy lesz nála egy továbbképzés, ami kihat a munkájára. Az is lehet, hogy ti a munkahelyen ismeritek meg egymást, hiszen itt van a szerelem és a munka. Az lehet az ő munkahelye is. Itt a kutya jelenti egyrészt azt, hogy először barátilag közeledik hozzád, vagy barátok segítenek abban, hogy megismerkedjetek. Amit a kutya még jelent, az a hűség, és a hajó jelenti a reményt. Megvan arra a remény, hogy itt legyenek változások, a szerencse, egy hűséges partner melletted. Azt is jelenti ez a remény, hogy ez a nő eltávolodik.
De visszatérve még erre a nőre, amit ez a kígyó szimbolizál, megjelenik itt a ház mellett, ez jelenthet két különböző nőt is. Az ő társnőjét, vagy valakit a múltból, itt a hamisságokat, de nálad jelent egy hölgyet a környezetedben. Ez lehet egy szomszédnő, vagy valaki a családból. Itt látható az, hogy ez a nő figyel téged, kíváncsi, meg akar bántani téged, de te lezárod ezt a kapcsolatot, hiszen itt van a kasza, azon kívül az egerek segítenek abban, hogy ez a nő eltűnjön a környezetedből. A téli hónapokban voltak itt nehézségek, de ez lezárul. Itt ez a horgony jelenti a biztonság érzetét is, különösen nála ennél a férfinél, amikor úgy érzi, le tud horgonyozni. Ez kihat az érzelmeire, itt tisztázódik valami, lesz mozgás, előre mennek az események, itt van a szerencse, amire a csillagok utalnak. Azon kívül a virágcsokor szintén utal valami szépre, valami kellemesre. Ez lehet a te szépséged, nőiességed, vagy egy jó hír, hiszen itt megjelenik a levél, vagy egy ajándék, egy meghívás. Ha voltak hivatalos dolgok, amire ez a torony utal, itt volt valami, vagy van még valami, ami átláthatatlannak tűnik, de itt a nap kisüt, kiderül az igazság, itt van az ártatlanság, vagy egy új kezdet, kinyílik egy új ajtó. Ezek nálad a lehetőségek, itt megvan az élet erő, vagy a segítség, egy jó hír, vagy egy dokumentum, egy szerződés, és itt van az erő, ami az anyagiakat illeti, tehát javul az anyagi helyzet. Ez a kígyó és a fa mindkettő utalhat egészségügyi témákra is, egy gyógyító erőre. Lehet, hogy ez a hivatásod, vagy az ő hivatása, lehet, hogy orvos ezen a területen dolgozik. Amit ez a kép, illetve mindkét kártya jelenthet, hogy valaki beteg volt a családban, lehet, hogy volt itt egy rossz kezelés, de javulni fog a helyzet, hiszen az egerek eltávolítják a betegséget. Itt a kasza utalhat ugyan operációra is, de minden jól alakul, hiszen itt vannak a változások, itt van a szerencse, tehát a gyógyító erő, azon kívül a hajó jelenti a reményt. Amit ez a hajó még jelenthet, külföldi kapcsolatok, utazások, ez lehet internet kapcsolat is, vagy itt egy új kezdet. Amit ez a hajó még jelenthet, egy belső utat, egy lelki kapcsolatot, ami itt kialakul mély érzelmekkel. Ez lehet egy kármikus kapcsolat is, hiszen a szív közelében megjelenik ez a kereszt, amikor a sors utatok kereszteződik. És most megtekintjük az egyes heteket. Első hét november hónapban itt látható. Vannak még hamis gondolatok, tervek, elképzelések. Mindketten az első sorban vagytok, ennél a kivetésnél. A fejetek fölött lévő kártyák jelentenék a gondolatokat, de mivel nincs kártya fölöttetek, ez azt jelenti, hogy ne beszéljetek a terveitekről. Itt lesznek változások, kialakul egy kapcsolat, itt van a szerencse. A nyilvánosság jelentheti azt, hogy ez a férfi megjelenik a nyilvánosságon, vagy itt találkoztok, ő felvállal téged. Itt tisztázódik valami, ami a szerelmet illeti. Akkor is, ha ő még kicsit zárkozott, itt megvannak a mély érzelmek, és itt van a szerencse. Itt a madarak jelentik majd a beszélgetéseket. Második hét november hónapban itt látható. Valami változik a munkát illetően. Ez a könyv utalhat az ő tudására vagy továbbképzésre.
itt lesz kommunikáció, változik valami a munkahelyen, itt lesznek döntések, megvan a remény arra, hogy ez a hamis nő eltávolodjon, és legyenek változások. Harmadik hét, november hónapban itt látható. Valami még átláthatatlan, ami a hivatalos dolgokat illeti, és befolyásolja az érzelmeidet. De ez lezárul, hiszen a koporsó ezt lezárja. Itt vannak a változások, a döntések, a gyermek szimbolizál egy új kezdetet. Itt kinyílik egy ajtó, ezek a lehetőségek, és a fa jelenti a gyógyító erőt, de azt is, hogy oda érkeztek az élet utatokon, ahol le tudtok gyökerezni. Van valaki a közelben, aki figyel benneteket, meg akar bántani téged vagy őt, de ez elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezt a kapcsolatot. Utolsó hét, november hónapban itt látható. Vannak még akadályok az élet utat illetően. Ez lehet egy örökösödési ügy, de ez a koporsó segíteni is tud lezárni valamit. Lesz mozgás, kiderül az igazság, itt a szerencse, egy jó hír, egy kellemes meglepetés, és az anyagiak javulni fognak. Itt lesznek fontos szerződések. És ami kellemetlen, hiszen az ostor ezeket a fájdalmakat jelenti, az elmúlik, hiszen a kasza elvágja ezt a kártyát. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!